Nektek mik az érzéseitek, amikor beléptek egy színházba? Flóra? Én nagyon szeretek színházba járni azért, mert úgy érzem, hogy amikor bemegyek egy színházba, akkor teljesen új világba lépek. Luca? Én nem nagyon járok színházba, de én amikor belépek a színházba, azt várom, hogy nyűgözzenek le, és hogy olyan dolgokat mutassanak meg nekem, amiket még nem ismerek. Nincs egy nagyon komoly indoka, hogy mit érzek, amikor belépek egy színházba, azért megyek színházba, hogy szórakozzam egyet, és lássak egy jó darabot, aztán, hogyha nem, akkor meg jót beszélgetünk róla. Én úgy gondolom, hogy az életben nagyon sok komoly probléma van, ami egy komédiában nem feltétlenül jön annyira ki, és azzal, hogy egy tragédiában mondjuk drasztikusan van ábrázolva egy probléma, azzal sokkal jobban megértetődik ez a hatalmas probléma. És hogy az, hogy meghal a végén, az ugyanúgy hozzátartozik az élethez, a halál, ami egy komédiában ugye nincsen meg. És a komédiában nem ugyanúgy drasztikusan van ábrázolva egy komoly probléma, csak még hozzá van téve a humor is. Egy komolyabb darab után mindig így ülök csak így a helyemen, és így próbálom feldolgozni, hogy miket láttam, és hogy vajon ezek így mit jelenthetnek, és hogy úgy várom, hogy így a gondolatok úgy magamtól úgy beinduljanak, és csak nem csinálok semmit, csak ülök, és tényleg végig gondolom azt, amit láttam, és hogy ez engem mennyire érint rám, ez mennyire igaz, én mit tennék a szereplők helyébe, és hogy oldanám meg a konfliktusokat. Én arra emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, akkor mindig azért jártam színházba, hogy fel lehet öltözni este, és akkor fel lehet venni a szép ruhát. És aztán, amikor beültünk, akkor sose a darabra figyeltem, mert általában jó, egy 6 éves mit ért meg a színházba semmit, hanem mindig a díszlet miatt mentem el, hogy milyen szép díszletek lesznek, és azért úgy gondolom, hogy a szüleim meg a nagytestvéreim olyan darabokra vittek, amire tudták, hogy nagyon-nagyon szép díszlete lesz. Az Erkel színházba jártunk sokat, és akkor emlékszem, hogy akkor utáltam felöltözni, mert most egy délelőtti előadásra minek, meg kényelmetlen volt, meg minden, és akkor még az operákért sem voltam annyira oda. Tehát általában jókat bóviskoltam közben. A Diótörőre emlékszem, amit így megnéztünk még kiskoromban. Arra emlékszem, hogy én is nagyon vártam, hogy végre felvehessem a kis csini szoknyámat, meg akkor mindig megkértem anyukámat, hogy egy kicsit sminkeljen ki. És arra emlékszem, hogy nekem sem nagyon jött át így a mondani valója, de nagyon tetszett, hogy ott ilyen nálunk a hópelyhek ragadt, vagy bennem a hópelyhek ragadtak meg nagyon, ahol amit balerinák játszottak ilyen fehér tüti szoknyába, és az nagyon-nagyon tetszett. Az illatok a színházban nekem nagyon megmaradtak, mert ugye ültem, és ugye a különböző parfümök összekeveredtek, és arra emlékszem, hogy amikor beleszagoltam a levegőbe, akkor ezt a parfüm illatot éreztem. Úgyhogy ez a mai napig elkísér, amikor lépek egy színházba. A rendező dolgozik többet, vagy az író? Vajon? Szerintem a rendező. Szerintem a rendező, mert ő találja ki tulajdonképpen, hogy mit adjanak elő. Mert mint úgy értem, hogy igen, kötött, hogy ezt a darabot adják elő, de hogy kik játsszák el, hogy játsszák el, az mind a rendező múlik, és ő mondja el az írónak, hogy milyen stílusban, mennyire átírva, mire átírva írja meg, amit meg kell írnia. Teljes mértékben a rendező, mert oké, hogy az író megírja, és oda van, hogy ebben a pillanatban ő elmegy, vagy ebben a pillanatban ő mérgesen mondja, de hát ennek annyi árnyalata lehet, hogy most milyen mérgesen adjam elő, vagy hogy megyek ki a színről. Tehát neki egy apró részletekre is oda kell figyelnie. Tavaly előadtuk a Hári Jánost egy pályázat kapcsán, és én voltam Őrzse, de annyira nem szeretek színpadon szerepelni. És miért nem szeretsz? Szerintem én nem tudok azonosulni ezekkel a szerepekkel. Én szerepeltem már. Hát egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy milyen úgy fönnállni a színpadon, és hogy a reflektorfénybe, nem tudom, 100 ember téged figyel csak a színpadon, amikor egyedül beszélsz, és próbálod élethűen és szerethetően átadni az eljátszott karaktered jellemét. Én járok most az iskolába színjátszókörbe, és április 4-én adtunk elő egy darabot, a Thornton Wilder-nek a Hosszú karácsonyi ebéd című műve, és 90 perc alatt 90 évet mutat be. Van két kapu, egy születéskapu és egy halálkapu, és amikor valaki születik, tehát
fél óránként születnek meg a gyerekek, akkor kijön egy nurse, és a kezébe tart egy kis babát, és aki már megöregszik, ugye annak szemléltetnie kell nagyon gyorsan, hogy mondjuk fél óra alatt megöregszik, az meg kimegy a halálkapun. És tényleg, amikor kiléptünk a színpadra, akkor eszméletlen volt látni, hogy sírtak az emberek, hogy tényleg, hogy tehát az élet az csak ennyi. Tehát egy 90 perc.